A Budapest katalógusról fogunk beszélgetni most a Start Plus-ban az ötletgazdával, Szőlősi Mátyás íróval, fotóriporterrel. Jó reggelt kívánok, és Salai Noémi irodalom és Budapest történésszel. És ugye ez egy New York-i kezdeményezés mintájára jött létre, nem annyira? Mert kicsit ingattad a fejed. De végül is igen, lehet azt mondani, hogy a Humans of New York tól inspiráltan kezdtük el ezt csinálni, de szerettünk volna egyedi jelleget, egyedi dolgokat megvalósítani benne, így ugye nevek is szerepelnek a személyek mellett, illetve a város mint téma is elég erősen jelen van. Hogyan kapcsolódik a kettő együtt egymáshoz? Tehát maga a város is, meg az emberek, akik benne szerepelnek. Igyekeztünk a fotók elkészítésénél, illetve mondjuk a képkivágásnál, tehát olyan képeket készíteni, amik azért a városból is megmutatnak egy-két dolgot, tehát mondjuk felismerhetőek a helyszínek, illetve elég sokan beszélnek magáról a városról, a városhoz fűződő viszonyukról, sok olyan személy szerepel a könyvben is szerintem, meg hát ugye a közösségi oldalon, ahol fut maga a projekt, ott még inkább, akik ugye mondjuk nem budapestiek, tehát egy speciális vagy ilyen egyedibb városélményük van, Budapest élményük. Irodalmi szempontból mondjuk mekkora jelentősége annak, hogyha látunk bármilyen városról egy összeállítást, be van fotózva gyönyörűen az adott helyszín, egy tér, egy híd, és a legfontosabb jellemzők, jellegzetességek arról le vannak írva, vagy egy személy az, aki tulajdonképpen mesél, és egy személyen keresztül ismerhetünk meg egy adott helyszínt. Ennek van köze, lehet köze az irodalomhoz? Az irodalomhoz bárminek lehet köze. Itt szerintem az nagyon érdekes, hogy egy ilyen többszörös szűrő rendszeren keresztül ismerjük meg a várost, mert vannak a szereplők, akik mesélnek, van Matyi, aki ezt leírja, megfotózza, és akkor egyszer csak az egészből létrejön egy műalkotás, ami már nagyon távol áll azoktól a figuráktól sokszor, akik ebben a könyvben szerepelnek. Úgyhogy nagyon elemelkedik a valóságtól, ugyanakkor meg egy csodálatos, színes, szagos, széles vásznó valóban panoráma, fölvétel a mai Budapestről. Ki tudnátok emelni egy-egy olyan helyszínt, ami különösen érdekes lehet? Mert hogy ugye az volt a cél, hogy ez egy ilyen speciális Budapest térkép is legyen, ahol az arcokhoz hangulatok is csatlakoznak, és egy-egy olyan rejtett zugát a városnak, ami nem magától értetődő, hogy ismerjük, még ha budapestiek vagyunk is. Mondjuk a 9. kerület például ott, ahol a könyv éppen nyitva van, ugye ott elég sok minden történt. Vagy az elmúlt években ott elég izgalmas dolgok történtek, ott például olyan képeket készítettem, ahol nagyon formálódóban van a város, nagyon átalakulóban, és régi dolgok is megmutatkoznak, régi épületek, amik mondjuk már más színben tűnnek fel, mint mondjuk pár évvel ezelőtt. Az egy érdekes terület. És ugye magán az oldalon is, tehát fontosnak tartottuk azt, hogy be vannak jelölve ugye a pontok, tehát nyomon lehet követni ugye a posztokat is, és térképen is, tehát ugye a térképen is valamilyen formában ezek megjelennek. Volt esetleg még Budapest történészként is meglepő, vagy érdekes ebben a kötetben, vagy akár a Facebook oldalon megjelent portrékban? Érdekesnek ugyanúgy az érdekes szerintem nekem, hogy a városnak olyan pontjai, amelyeken ezerszer haladunk át nap, mint nap, amit ununk, meg nem törődünk vele, mert annyira benne van a hétköznapjainkban. Ezek a pontok attól, hogy egy másik ember, egy sokszor hétköznapi ember, vagy éppen egy nagyon-nagyon elesett és nélkülöző ember, személy keresztül, vagy figuráján keresztül csodálkozunk rá újra, hogy akkor az egyszer csak egy másik város, másik helyszín. Nagyon nehéz része lehetett a munkának, vagy a munka ezen része lehetett nagyon nehéz, hogy a megfelelő helyszínhez megtaláld, vagy kiválaszt a megfelelő személyt. Ez hogyan történt? Ez kétféleképpen működhet.
Egyrészt főleg a projekt ideje alatt az első 2 évben leginkább az utcán szólítottam meg az embereket, tehát a helyszín és tehát ez a találkozás ez adott volt, tehát ez összeszövődött magától, az, hogy hol fogom fotózni azokat, akikkel találkozom. Mert mik az adott... voltak az arányok a visszautasításban? Nagyon jók. Már úgy értem, hogy nagyon kevesen utasítottak vissza, vagy ha vissza is utasítottak, akkor az azért volt, mert nem értek rá, vagy siettek, vagy azok a klasszikus elemek, amiket ismerünk. De hogy olyan visszautasításban nem igazán volt részünk, ami durva lett volna, vagy ami azt mutatja, hogy nem kell ilyen módon megszólítani az embereket, meg kell szólítani őket, foglalkozni kell velük, beszélgetni kell velük, és akkor egy idő után kinyílnak és elkezdenek mesélni magukról. Ez egy jó teszt is, meg egy kihívás volt számunkra, hogyan is fog ez működni. Tehát kicsit mi is aggódtunk, de aztán kiderült, hogy ez sokkal pozitívabb, mint ahogy gondolnám. Azt mennyire használják ki az emberek, hogy maguk is jelentkezhetnek a Facebook oldalon, hogy mesélni szeretnének? Van erre példa, de annyira nem domináns. Tehát írtak jó páran, de szerintem, hogyha valaki arra... Tehát nem olyan sokan, mint ahogy mondjuk én azt eleinte gondoltam volna. Egy interjúban azt nyilatkoztat, hogy szerinted Budapest egy olyan valaki, aki keveset tud magáról, és a képességeit nem bontakoztatja ki, ezzel egyetértene? Budapest egy borzasztó érdekes hely, mert én itt azt mondtam hirtelen fölindulásban, amikor a Matyi velem interjúzott, hogy egy ilyen buja növényzet, ahol egymás rovására is nőnek dolgok, de hogy az egész egy ilyen őserdő, és ezt tényleg komolyan gondolom, hogy ami így a budapesti emberiséget illeti, ez egy őserdő, ez nem egy ápolt kert, hanem nagyon sokszor az emberek egymás rovására léteznek, és mondjuk egy ilyen könyv, hát nyilván nem jut el pont azokhoz, akiknek érdemes lenne gondolkodniuk ezen, de ez jó lehet arra, hogy az ember elkezdje keresni egy kicsit a saját helyét de a világban. De egy világváros lehet nem bujakert, tehát lehet rendezett, szépen szabályozott. Na most a szépen szabályozottságot nem úgy értem, hogy ilyen elvágólagosan, hanem hogy az élni és élni hagyni elve szerint tud működni. És ilyen világvárosok léteznek, ahol az ember úgy tud vegyülni a tömegben, hogy nem érzi azt, hogy most át fognak húzni a lábán egy banyatankot, most lelövik a villamosról, most, tehát hogy Budapestnek van most egy ilyen nagyon furcsa, agresszív életérzése, amivel szemben itt áll egy csomó egyén, akik nagyon szeretetreméltóak, és ez nagyon érdekes, hogy ezekből a szeretetreméltó egyénekből hogy jön létre mégis egy ilyen vadszövet. Ez a legnagyobb bajod neked is Budapesten? Igen, hasonló tapasztalatom van. Nyilván, hogy a könyvben vagy ezekben a szövegben a pozitív dolgokat domborodnak ki, tehát hogyha egy emberrel beszélget valaki, akkor nyilván, hogy azért jó dolgokat próbál elmondani, vagy a tapasztalatai, vagy inkább a pozitív irányba billen ez az egész, de azért sokan beszéltek hasonló dolgokról, amiket például most a Noémi is mondott, tehát hogyha a városról kérdezem őket, akkor tényleg egy hasonló kép rajzolódik ki, és nem mindenki elégedett azzal a dologgal, amiben él, vagy ahogy meg tudja ezt élni, vagy ahogy nem tudja megélni. Uh-huh. Attól függ, hogy honnan nézünk. Most ugye már a Facebookon 700 portrénál tartotok. Igen, van ennek a projektnek vége? Vagy... Jó kérdés. Vége biztos, hogy lesz. Egy idő után biztos, hogy véget ér, mint minden, de nem tűztünk ki egy ilyen célt. Ugye az említett blogon az úr, aki azt készíti, a Brandon Stanton, ő 10 000 embert akart ugye lefotózni. Szerintem már ő jóval meghaladta, mert több mint 10 éve csinálja. De nincs egy ilyen kimondott cél, hogy most 1000 embert leszeretnék fotózni, de majd valahogy egyszer véget ér, de remélem, hogy még nem most. Hát nagyon szépen köszönjük. Engem közben elvesztettetek a beszélgetés során, vagy részben, mert én teljesen belemerültem a könyvbe, közben megtaláltam önt is, a Vendéglátóipari Múzeum, jól figyeltem? Ott ékeskedem. Igen. Arra hívja fel a figyelmet, és felhívnám a figyelmét mindenkinek, aki ezt a könyvet lapozgatja, a 90. oldalon található
Magyarország legjobb képű újságírójának a fotójára, Pungor Andrásról van szó, hogy mint az, hogy ne csillanjon be a könyv. Jó, de el kellett nárusítsd. Tehát a férjemről van szó. Elfogultságot jelentek be. Aki a Károly kertet? Igen, a Károly kertet. Mutatja be. Hát gratulálunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen, hogy van a figyelmet. Minden vendégünknek köszönjük szépen a toleranciát, amit Molly kutyával szemben tanúsítottak. Valahol reméljük, itt van még. Igen, reméljük a nézőknek tetszett a Molly. Ha igen, akkor jelezzék. Holnap is hozd be. Ha nem tetszett, azt ne jelezzék. Holnap is jön Molly, meg mi is. Hívják Somos Andrást, mert hogy ő itt van és várja a hívásaikat. Holnap jövünk, szép napot. Viszlát.